Megszokhattátok már, hogyha egy játéknak van valamilyen edukációs része, vagy bármit lehet tanulni belőle, illetve akármilyen pozitívum származik belőle, azt előszeretettel hangoztatjuk a műsorban, hiszen mi gamerek vagyunk, és nagyon szeretjük ugye népszerűsíteni a játékokat, és elmondani mindig, hogy ezek nem ártalmasak, és van egy csomó jó oldaluk. És hát az egyik legfontosabb dolog az, amikor tényleg tanulhatunk belőle valamit, vagy akár egy gyerek, vagy iskolai szinten lehet belőle tanulni valamit, legyen az mondjuk valamilyen logikai kérdés, vagy valami. És az egyik legkézenfekvőbb az, azt gondolom, hogy a történelem. Ide elérhető az Origins-ben, az előző előtti részben, ami Egyiptomban játszódott, és az Odyssey-ban is, ami pedig Görögországban játszódott, elérhető már egy ilyen Discovery Tour nevű menüpont, amiben úgy lehet sétálni ezeken az utcákon, hogy nem támadnak meg minket, tehát mint egy turisták lennénk, és még csak nem csak ez, hanem idegenvezetők is vannak benne, akik így körbevisztek minket, tehát teljesen olyan az élmény, mint hogyha turisták lennénk az adott helyen, csak hát ugye nem a jelenkorban, hanem ugye több száz évvel ezelőtt. Hogy minek az apropója az, hogy most ez szóba került, az az, hogy ingyenesen letölthető még most több napon keresztül PC-re ennek a két játéknak ez a Discovery Tour módja, tehát ha letöltjük ezt, akkor nem lesz meg a teljes játék, nem tudjuk végigjátszani a sztorit benne, meg a küzdelmeket, hanem csak ezt a turistáskodó módot, de szerintem ez mindenképp nagyon érdekes, és tényleg én úgy gondolom, hogy alkalmazható lenne ez akár iskolákban. Itt ugye egy írással kezdődik, ami ugye azt mutatja, hogy ugye éveken keresztül fejlesztették ugye ezt a játékot is, egész pontosan 4 éven keresztül, és hát ugye iszonyatosan utána néztek a készítők, hogy az egyiptológusoknak, a munkáiknak, a könyvtáraknak, a mindenféle fejezéseknek, szóval egyszerűen döbbenetes munkát végeztek, hogy rekonstruálni tudják leghitelesebben ezeket a különböző helyszíneket. Pharos szigetén vagyunk. Alexander the Great founded his future city at the western end of the Nile Delta. És a fejezések szerint ugye Nagy Alexander fedezte fel, ugye, vagy alapította pontosabban ezt a várost. Úgyhogy menjünk is tovább, és akkor itt ugye ezt a kis vonalat követve tudunk ugye körbenézni itt a mindenféle tájakon. Hát az egyik legfontosabb dolog ugye, amit meg kell említeni, az a Nílusnak a közelsége, ugye. Itt egészen durván belemennek egyébként, tehát egészen ilyenek, hogy ez Mahomed el-Falaki a 19. század elején fedezte fel ugye ezeknek a romjait, és hát több kilométeren keresztül van felépítve, és több méter magas, tehát egészen hihetetlen szintig belemennek, és itt van egy ilyen korabeli fejedzés, egy korabeli rajz, és azért érdekes, mert hogyha bezárjuk, akkor lényegében láthatjuk, hogy ez egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire próbáltak ugye ehhez és ehhez hasonló fejedzésekhez hűek maradni, és hát láthatjuk, hogy élik itt a mindennapjaikat az emberek. Alexander valószínűleg már egy létező egyiptomi falura épült rá, és abban nőtte ki magát ez a hatalmas város. A piramisokat még mindenféleképpen nézzük meg. Ezek már ilyen hosszabbak, tehát itt ezek már ilyen negyed órásak is lehetnek, aztán persze itt vannak ugyanúgy rövidebbek is. És már itt is vagyunk a nagy piramisok lábánál, azt gondolom, hogy talán mindenkinek ez a legelső dolog, ami az eszébe jut, hogyha Egyiptomról van szó. Welcome to the origin of the pyramid. És hát nézzünk bele, hogy itt milyen infókat tudhatunk meg. Is controversial. Most believe that it originates with the Greek word pyramis, which referred to a bread. Itt éppen a piramisok nevéről van egy kis értekezés, hogy nem mindenben értenek egyet, ugyebár a történészek, hogy talán nem pontosan ez volt eredetileg a nevük, de ez maradt meg mindenkiben. És természetesen ugye a legelső információ, amit ugye azért illik mindenkinek tudni, hogy ezek temetkezési helyek voltak leginkább. Úgyhogy ez lenne nagyjából az Origins-nek a Discovery Tour módja. Nézzünk bele még az Odyssey-be, ami Görögországba kalózol el minket. És már itt is vagyunk Görögországban. Talán az éles szemüveg felfedezhetik, hogy egy picit szépült a grafika az Origins-hez képest, hiszen az a játék ez később jelent meg, és talán egy picivel élesebbnek tűnik, amit láthatunk, ha itt körbenézünk. És hát ahogy az előbb is megszokhattuk, ugye itt is tudunk egy túrát indítani, de úgy látom, hogy itt már idegenvezetőt is kapunk talán hozzá, ha minden igaz, ezt a hölgyet, és hát akkor kezdjük el a túrát. Ugye talán ezt többen felismerik, hogy az Akropoliszban vagyunk, bár ugye ennyire jó állapotban
kevesen látták, vagy kevés képen, ha csak nem valami digitálisan felújított ugye filmben, vagy valamiben, amiben sci-fiben, vagy valamilyen mitológiai filmben esetleg, ahol ezt meg akarták mutatni, hogy ide kerültünk. Tehát itt órákon keresztül itt el lehet sétálni tényleg, és egészen fantasztikus, mert az oké, hogy képeket eddig is láttunk róla, és nagyjából el tudtuk képzelni, de egészen más az, hogyha gyakorlatilag a méretarányokat, hogy bocsánat, közben fellökök mindenkit, tehát egészen más, hogyha a méretarányokat érezzük úgy, hogy mi itt vagyunk. Tehát egészen fantasztikus az, hogy itt vagyunk fent, érezzük a mélységet, érezzük, hogy mekkora volt egy ember, és mekkora ahhoz képest ez a fantasztikus építmény. Ennek a következő verziója az tényleg az lehet, hogy a következő lépése, hogyha már teljesen VR-ban tudunk akár egy ilyen játékkal játszani. Hát az lesz a következő lépés, amikor tényleg azt mondjuk, hogy egy VR-ban itt megállunk, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, tényleg itt vagyunk, és egyszerűen fölénk távol ez a fantasztikus látvány. Na nézzük meg, hogy milyen túrák vannak, mert reménykedem benne, hogy igen, itt is lehet választani, és látjuk, hogy a fejlődés ugye abban is különbözik, hogy picit már a menü egy picivel ilyen grafikusabb lett, és ugye nem csak ilyen menüpontok vannak felsorolva. Na és egy ilyen kellemes körülmények között itt az árnyékban megbújó emberrel lehet indítani Mikane romjainál, ami már akkor is rom volt, ugye? Akkor meddig kéne visszamenni, hogy ne legyen az? Nagyon durva. Aténiek és pártagyek csaptak itt össze. Mikénei civilizáció az a késő bronzkorszakban jött létre. Ugye a pontos dátumot ugye több százezeres eltérésre csak tippelik, úgyhogy ebbe bele se szeretnék menni, hiszen nagyon nehéz ezeket a dolgokat megállapítani, de azt gondolom, hogy talán ennél részletesebben, ahogy itt most felépítették ezeket a romokat, nem igazán létezik mód arra, én azt gondolom most, hogy most mi ülünk otthon vagy bárhol, és azt mondjuk, hogy én most be akarok nézni Mikéné romjaiba, én nem gondolom azt, hogy ennél jelenleg részletesebben ezt meg lehet oldani. Még búcsúzó nézzünk bele szerintem abba, hogy például mondjuk tegyük fel, hogy egy fazekas hogyan dolgozott, vagy nézzük meg inkább, hogy hogyan arattak, vagy hogyan csináltak a parfümöt. Tudjátok, hogy nézzük meg a parfümöt. Az ilyen telepeken készítették a parfümöt, és ha jól látom, akkor ezek ugye növényekből készültek, amiket ilyen különböző ilyen mindenféle ilyen agyagedényekben hatalmas ilyen tárolókba tartottak. Úgyhogy egészen hangulatos már az egész, és még nem tudunk semmit. A mezopotámiaiak és egyiptomiak találták föl a parfüm készítésnek a technikáit, a különböző technológiáit, és a Mikanian idők előtt már egy fontos szerepet játszott a parfüm ugye a mindennapok során. A különböző kulturális esetekben az arisztokraták, papok és a királyok között elsősorban természetesen. Két fő összetevője van a parfümöknek. Az egyik egyik lehet például állati zsír, vagy pedig valamilyen növényi olaj. Itt most sokkal részletesebben mondja el természetesen a narrátor, hogy pontosan hogy készültek a dolgok. Itt például egy gyönyörű szép ilyen parfüm vázát mutatnak, ugye ilyenekbe tartották annak idején, gyönyörű szép. Egészen fantasztikus, hogy egy játékról beszélünk, ez egy nüansznyi része. Tehát az egész sztori, meg minden, ez még semmi ahhoz képest. Tehát egyszerűen ez döbbenetes és nagyon becsülendő az, hogy Ubisoft az áldozott erre, hogy megcsinálják ezt a részt. Ugye mindenkinek ajánlom, hogy még gyorsan szerezze be, addig, amíg PC-re letölthető ingyenesen ez a két Discovery Tour mód. Akinek pedig esetleg már megvan a játék, és még ezeket nem próbálta, akkor érdemes újra feltenni, és végigmenni ezeken is, mert fantasztikus dolgokat tanulhatunk belőle. Sziasztok!